Száll fel a füst a sportterem kéményéből, jelentős pillanat Székelyudvarhelyen, beindították a bányaiban a biomasszás kazánt. A beruházásra a polgármester hivatal sikeres Európai Uniós pályázatának eredményeként kerülhetett sor még tavaly novemberben. A terem fűtését mostantól biomasszával állítják elő, korábban ezt földgázzal oldották meg. Az új kazán és a hozzátartozó eszközök mintegy 50 ezer euróba kerültek. A berendezés teljesítménye 150 kW. A fa őrlemény tárolását közvetlenül a fűtőház mellett alakították ki úgy, hogy az teherautóval is könnyen megközelíthető legyen. A tanintézmény vezetősége abban reménykedik, hogy a fa őrlemény által előállított energia akár 35%-kal is kevesebb pénzbe kerülhet majd, mint a földgáz. Apró elégtételek egyike a kazán beindítása is, hiszen nehéz volt az új évet megkezdeni, új költségvetés, pénzek nehezen jönnek, de a tegnapi nap sikerült, tegnap 11 köbméter biomasszát megvásároltunk, ez körülbelül egy hétre, 10 napra elegendő lesz a fűtésre és a melegvíz előkészítésére is. Utána aztán bizonyára majd vásároljuk a többit, és biztos, hogy rendbe fog menni minden. A tanintézmény igazgatója azt mondja, a sportterem fűtése havonta 10 ezer lejbe kerül, a földgáz esetében biomasszával várhatóan 7 ezer lejből is kijönnek. Azt is megtudtuk, hogy az első 15 köbméter fűtőanyag beszerzését a polgármesteri hivatal biztosítja, a többit majd az iskolának kell megoldania. Úgy számolnak, hogy hetente 10-11 köbméter fa őrleményre van szükség, a modern rendszer egyébként a terem melegvíz szükségletét is előállítja.